Június 9-én egy író-olvasó találkozó keretében már második alkalommal volt a könyvtár vendége, dr. Árvainé Kocok Márta szakpszichológus. Ezúttal a szorongásoldás gyermekeknél volt az előadás témája. Egyúttal a szakember bemutatta a Képzeld, pszichológusnál jártam című könyvét, amely jelenleg PDF formátumban olvasható. Az ünnepi könyvheti program második részében dr. Árvainé Kocok Márta szakpszichológus volt a könyvtár vendége. A szakember bevezetőként elmondta, hogy gyermekkori vágya volt, hogy írjon egy könyvet, ami végül megszületett a szorongásoldás témakörben. A könyv jelenleg PDF formátumban olvasható. A szakemberek szerint az utóbbi időben megduplázódott a szorongásos gyermekek száma. Az előadás első része arról szólt, hogy miért nincs az alapellátásban pszichológus, hiszen az a jó, minél hamarabb eljut a gyermek a segítő szakemberhez. Életkoronként más és más okozza a félelmeket, szorongásokat. Azért is fontos, hogy az ember tisztában legyen a saját szorongásaival és azok leküzdési módjával, mert saját gyermekeinél ugyanazokat az eszközöket fogja ösztönösen használni. A szakember sorba vette a magzati kortól kezdve az egyes életkorok szorongásait. A COVID egyik következménye, hogy a gyerekek megtanultak betegnek lenni. A szorongó gyerek ilyen módszerekkel akar otthon lenni. Óvodáskorban a szorongás természetes. Nagyon sok olyan könyv van, amely segíti a szülőket a szorongás oldásában. A félelmek konkrét testi tüneteket okoznak. Kisiskolásoknál, sőt, már óvodásoknál is ott van a mobiltelefon. Azt látja a szakember, hogy a gyermekek nagyon sok olyan tartalommal találkoznak, és adják tovább egymásnak, amivel nem tudnak mit kezdeni. Az iskolába kerülő gyereknek nagyon megváltozik a napi rendje, és egy fáradt, kimerült emberke lesz belőle. Nagyon szép, de nagyon nehéz a kamaszkor. A legjobban ők szenvedték meg a COVID lezárásokat. A világháló nagy konfliktus forrás a családban, ez mindennapos harc. Az előadás következő része arról szólt, hogy mi állhat a szorongások hátterében. Lehet ennek genetikai oka is, vagy a szülő nem bízik a gyermekben, lehet az, hogy elhanyagolják a gyerkőcöt, de vannak bántalmazó szülők is. Nagyon sok példát és tanulságot mondott a pszichológus arra, hogy mikor, hogyan, mit néznek, keresnek a gyermekek a neten. Például horrorfilmeket. Egy jó példa az írországi, ahol egy kisvárosban a szülők eldöntötték, hogy 18 éves korig nem adnak mobiltelefont a gyerekek kezébe. A pszichológus összegyűjtötte azokat a mintákat, kliséket, amellyel a szorongó gyerek megnyugtatható. Az előadás végén a szakember könyveket, eszközöket, módszereket is ajánlott a jelenlévőknek.